még több fiatalt vonnak be a Tanítsunk Magyarországért programba. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói közül is a korábbinál többen kapcsolódnak be a hátrányos helyzetű 7.-8. osztályos tanulók mentorálásába. Üdvözlöm Önöket, a pályaorientációs program aktualitásaival is foglalkozunk a mai 35 percben. Ha tehetik, tartsanak velünk! Jön a tömeges oltás időszaka, a megyében jelenleg háromféle vakcinával oltanak. Mérföldkő az állatkereskedelemben, bejelentés köteles lesz a kedvtelésből tartott állatok forgalmazása. Segítség a pályaválasztásban, még több fiatalt vannak be a Tanítsunk Magyarországért programba. Az elmúlt héten megkezdődött a 60 év alatti krónikus betegek oltása is hazánkban. Folyamatosan érkeznek közben az újabb vakcina szállítmányok az országba, azonban ez arra elég, hogy minden házi orvosi rendelőbe itt csak néhány darab jusson az oltóanyagból. A KSH legfrissebb kutatása egyébként azt mutatja, hogy a magyarok bizalma egyre nő a vakcinával szemben. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Sós Zoltán, a Magyar Orvosi Kamara megyei területi szervezetének elnöke. Házi orvos, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a nézőket! Beszéljünk az eddigi tapasztalatokról. Mennyire tudták megszervezni önök azt, hogy ennyire be legyenek vonva az oltakozásba? Ugye az elmúlt két hétben került bevonásra a házi orvosok az oltási folyamatba. A legelső alkalommal egy pénteki e-mailt követően történt meg az, hogy a háziorvosoknak hétfő délutánig meg kellett szervezni, hogy betegeket tudjanak oltópontra juttatni, és néhány praxisban, akkor még nagyon szűkken állt rendelkezésre modern oltás, néhány praxisban megtörténhetett a megyében is, hogy a rendelőben kaptak betegek 10 beteg oltást, a megyében csak mintegy 10 praxisban. A többi rendelőnek lehetősége volt bekapcsolódni a Pfizer oltóanyag vakcinálásába, betegeiket tudták oltópontra küldeni, és a múlt héten pedig megtörtént már, hogy minden rendelő bekapcsolódott az oltási folyamatban, minden rendelőben valamilyen oltóanyaggal oltottak már betegeket. Értem szóval annak megfelelően, hogy AstraZeneca oltást kapott az adott rendelő, vagy pedig Pfizer oltást kapott az adott rendelő, annak megfelelően az életkori csoport ott hívták be erre a vakcinálási folyamatba, és igen, ezen a héten pedig 3 oltóanyag az, amivel oltunk már. Továbbra is Pfizer oltóanyaggal tudunk oltópontra küldeni betegeket. Megkezdődik a Sputnik oltásnak a szintén oltóponton történő vakcinálása, illetve AstraZeneca oltás áll majd rendelkezésre jó pár praxisban. A minden praxis az szám szerint 269 praxis jelent. Igen, akkor azt elmondhatjuk, hogy az orvosok, a házi orvosok felkészültek arra, hogy hát mondhatjuk azt is, hogy jobban le lesznek most terhelve. Mindkét állítás igaz. A háziorvosok nagyon várták már, hogy mikor kapcsolódhatnak be az oltási folyamatba. Az, hogy milyen módon, arról megoszlanak a szakmai vélemények, hogy ez hasznos-e, hogy minden háziorvosi praxisban megtörténik a vakcináció, vagy ez inkább egy csoportosítva oltópontot történjen. Ezzel kapcsolatban még van szakmai vita is, de jelenleg az a döntés, hogy minden háziorvosi rendelő egyben oltópontnak is minősül, és minden háziorvosi rendelőben oltás is történik jelenleg. És hát igen, felkészültünk rá, és várjuk is a folytatását. Szeretnénk, hogyha minél hamarabb, minél több betegünket be tudnánk oltani. És önök értesítik, ugye, a betegeket? Így van. A kollégáim nevében is hadd kérjem meg a pácienseinket, hogy legyenek türelemmel. Rengeteg telefonhívást, megkeresést kapunk azzal kapcsolatban, hogy állunk az oltási folyamattal, illetve hogy mikor kerülnek már sorra ők személy szerint az adott beteg, aki érdeklődik. Nem tudnak a házi orvosok hamarabb oltásra hívni beteget, mint ahogy az oltási folyamat az adott életkorhoz vagy az adott betegcsoporthoz ér. Tehát a házi orvosra fogja értesíteni majd a beteget, hogyha az ő életkorának megfelelő oltási csoport vakcinációja történik, hogy ez a rendelőben történik majd meg, vagy pedig kórházi oltóponton, arra is a háziorvos fogja értesíteni, és kísérjék figyelemmel, a kollégák többsége használ már valamilyen felületet, Facebookot vagy weboldalt, mindenki igyekszik a lakosságot tájékoztatni, kísérjék ezeket a felületeket is figyelemmel. Eddig egyébként milyen volt az oltási hajlandóság? Tehát, hogyha értesítettek valakit, akkor milyen arányban mondták azt, hogy megyek?
Borzasztóan hálásak a betegek. Különösen az idős betegeinknél látszik ez a felszabadult öröm az arcukon, amikor megkaphatják az oltóanyagot. Nem találkozunk azzal, hogy valaki nem szeretné felvenni a vakcinát. Ez a kérdés az talán most kezd el igazán kicsúcsosodni, vagy egyáltalán előkerülni, mikor különböző oltóanyagok állnak majd rendelkezésre, és ezzel kapcsolatban sok dilemma, vagy sok egyes oltóanyagokat stigmatizáló hír van a médiában, és ez nyilván befolyásolja a betegeknek a döntését is, az oltási hajlandóságát. De én azt kérem és javaslom is, hogy tájékozódjanak szakembertől és megbízható oldalakról, a kormányzati tájékoztató központnak az oldaláról, és bízzanak meg minden vakcinában, mert minden oltóanyag jobb, mint a betegséget elkapni és a betegségen átesni. Ezt akartam kérdezni, hogy ön szerint megalapozottak ezek úgy fejezte ki magát, stigmatizálások a médiában a védőoltásokkal kapcsolatban, egyes védőoltásokkal kapcsolatban? Hát én azt gondolom, hogy voltak bizonytalanságok az engedélyeztetési folyamat során, ez kétségkívül, ezzel kapcsolatban a kamara is elmondta a maga véleményét. Ezek a bizonytalanságok közben megoldottak. Való igaz, hogy a Sputnik oltóanyagnak és a kínai oltóanyagnak, a Sinopharm oltóanyagának európai működési forgalomhozatali engedélye nincsen, ezért a magyar állam az, amelyik, és a magyar gyógyszerügyi hatóság, amely engedélyezte a forgalomba kerülését, az ezzel kapcsolatos dokumentációk bekerültek most már, és rendelkezésre állnak. Jelenleg ugye a Sputnik oltóanyag az, ami elfogadott, és valószínűleg a Sinopharm oltóanyagból is kapunk egy bizonyos mennyiséget. Borzasztó sok információ kering, és a laikusok nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel a sok-sok információ, hogy mi mit jelent. De az a helyzet, hogy bár különböző a technológiája ezeknek az oltóanyagoknak, de a vége mindegyiknek ugyanaz, mindegyik biztonsággal és hatékonyan fog megóvni bennünket a koronavírus fertőzés ellen, és tulajdonképpen ez a cél, ez a fontos, ez a legfontosabb tényező, és a kamara is emiatt emelte föl a szavát, hogy biztonsággal minél hamarabb és megfelelő minőségű oltóanyagok álljanak rendelkezésre, azt hiszem, hogy ezt elmondhatjuk. Ön már beoltotta magát? És ha igen, akkor mivel? Hát az elsők között. Pfizer oltóanyaga, hiszen december 31-én, tehát én még tavaly megkaptam az oltást, mondhatnám nagyképűen, de valóban akkor még csak Pfizer oltóanyagát rendelkezésre nem is nagyon lehetett választani. De hát bármelyik oltóanyag rendelkezésre állt volna, akkor szerintem a többségünk azt mondta volna, hogy jöjjön és minél hamarabb kerüljön védettségre. Tapasztalat? Volt valamilyen mellékhatás? Mindenki a második oltást követően panaszkodik esetleg mellékhatásokról. Megmondom őszintén, lehet, hogy szerencsés vagyok az immunrendszert illetően, de a második oltást követően sem volt komolyabb mellékhatás, másokat jobban megvisel. Az első oltást követően meg maximum helyi reakcióra lehet számítani. A kar fáj esetleg egy kis hőemelkedés, bőrpír előfordulhat, ezek a szokásos klasszikus oltási szövődmények vagy mellékhatások. Most már remélhetőleg hamarosan minél több vakcina elérhető lesz, hogyha önök kiértesítenek valakit, akkor fogják-e mondani azt, hogy most az oltási sorban akkor éppen aktuálisan az adott oltási ponton ilyen és ilyen van. Ilyen is ilyen vakcina. Hát természetesen szerintem ez teljesen egyértelmű. Senki nem szeretne abba a szituációba kerülni, hogy anélkül, hogy tudná a beteg, hogy milyen oltóanyaggal vakcináljuk, ott derüljön ki, és aztán ott történjen az a dilemma, hogy ő ezt mégsem szeretné. Azt jól tudja a kedves nézők, hogy egy oltóanyagból, vagy egy ampulából, oltóanyagtól függően, de mondjuk 10 vagy 12 vagy 6, attól függ tényleg, melyik ampuláról van szó, de szóval, hogy több oltást kell belőle kinyernünk, és nagyon fontos, hogy ezeket gyakorlatilag 6 órán belül be is kell adnunk, hogyha megbontottuk ezt az oltóanyagot. Ezért nagyon kellemetlen szituáció állhatna elő, hogyha a behívott 10 betegből, mondjuk az adott oltóanyagra egy vagy kettő azt mondaná, hogy hát köszöni szépen, ő ezt mégsem kéri, mert nem mondták neki azt, hogy milyen oltóanyagot fog kapni. Ezért a házi orvosnak is az érdeke értelemszerűen, hogy elmondja is. Hát ez a tájékozott beteg beleegyezésnek is az alapja, hogy tulajdonképpen tudja a beteg, hogy milyen oltóanyaggal kerül vakcinálásra. Hogyha már valakit beoltottak, utána effektíve le is vehetné a szájmaszkot?
Hát nem, főleg az első oltást követően, hiszen már még az első oltást követően is azt mondjuk, hogy egy hét múlva mondhatjuk azt, hogy elindul az igazi védettség. A valódi védettség az a második oltást követően két héttel mondhatjuk azt, hogy védetté válik az ember. És attól függetlenül a nyálkahártyáján lehet az embernek vírus, és tulajdonképpen ő lehet egy továbbítója a vírusnak. Értelemszerűen sokkal kisebb a szaporodási lehetőség egy beoltott ember nyálkahártyáján. Éppen mondhatnánk, hogy a kellő higiénés szabályok betartása mellett levehetni a maszkot olyan környezetben, ahol mindenki oltva van, de hát még nagyon sokan vannak azok, akik nem kerültek oltásra, vagy nem estek át a betegségen, bár egyébként országosan is az a helyzet, hogy mostan több mint 200 ezer ember be van oltva, több mint 350 ezer ember átesett a fertőzésen, tehát jó fél millió ember az, aki ilyen vagy olyan módon tulajdonképpen védettséget élvez jelen pillanatban a koronavírus fertőzést illetően. Szóval szépen lassan, apró léptekben, de haladunk azért. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget. Tavaly közel 30 ezer kutyát adtak el Magyarországról az Európai Unió tagállamaiba, derült ki az Európai Unió belüli élő állatszállításokat nyomon követő központi számítógépes adatbázisból. Ráadásul a hazánkból származó kutyakölyköket sok esetben illegálisan és túl fiatalon szállítják. Ennek felszámolása érdekében április 1-től a kedvtelésből tartott állatok forgalmazását végző vállalkozásoknak a helyileg illetékes élelmiszerlánc felügyeleti szervnél be kell jelenteniük a tevékenységet. Vagyis kötelező lesz felír azonosító számmal rendelkezni az eladónak. Ez a kormányrendelet, bár még sokan egyébként nem igazán látják ennek a valódi lényegét, értelmét, alapvetően egy hatalmas mérföldkő az állatvédelem területén is, ha lehet így mondani. Tulajdonképpen ennek az a lényege. Nyilván lehet tudni az elmúlt éveknek a híradásaiból, alapvető társadalmi probléma nyilván a szaporító telepeknek a létezése. Ami azt jelenti, hogy kiskutyákat gyakorlatilag 0 forint befektetéssel, minél kisebb befektetéssel, minél nagyobb hasznot próbálnak meg belőlük lehúzni. Hát ez azt jelenti, hogy semmilyen szűrésen, semmilyen állatorvosi ellenőrzésen nem esnek át, sem a nevezett tenyészállatok, sem pedig nyilván a kiskutyák, és alapvetően Magyarország ontja ezeket az olcsó kiskutyákat gyakorlatilag az Európai Unióba is, meg nyilván hazai piacon is. És nagyon nehéz ezekkel a telepekkel valóságosan bármit kezdeni, mert hogy nem igazán vannak szem előtt. Mert eddig nem volt semmiféle regisztráció kötelezettségük, gyakorlatilag mindenki azt csinált, amit nem szégyelt. Ezzel az új kormányrendelettel, aminek egyébként én bevallom, személy szerint nagyon örülök, az az egyik legnagyobb lehetősége, hogy gyakorlatilag a hatóságok szemei elé kerülnek valóságosan ezek a nevezett szaporító telepek. Mert hogy április 1-től nem lehet sem az Európai Unióban, sem nyilván hazai kereskedelmi forgalomba felír azonosító nélküli kiskutyákat kereskedelmi forgalomba hozni. És nyilván azt tudni kell, hogy ez a rendszer kb. Úgy áll föl, hogy vannak a szaporítók, vannak a kereskedők, és nyilván a kereskedők azok, akik viszik akár az európai tagországokba, akár hazai piacokon értékesítés céljából ezeket a kiskutyákat. És mind a kettőjüknek kell, hogy legyen ilyen felirazonosító, egyrészt nyilván a kereskedőknek is, ahova begyűjtik ezeket a kiskutyákat, ezektől a magyarországi szaporítóktól, és nyilván a szaporítóknak is meg kell, hogy legyen, mert hogy ezekre a gyűjtőhelyekre április 1-től már csak és kizárólag olyan kiskutya érkezhet be, aki ezzel a nevezett felirazonosítóval rendelkezik. Az azt jelenti, hogy visszakövethetővé válik, hogy bizonyos kiskutya melyik szaporítótól, az országnak melyik pontjára, melyik településen kitől származik. Ezt ki fogja ellenőrizni? Elvileg ez most a NIVIC-nek a felügyelet alá fog tartozni. Itt van egy könnyebbség egyébként, mert hogy nyilván eddig ugyebár ezek ellen a szaporítók ellen nagyon nehéz volt valóságosan fölépni. Nagyon sok háttérmunka előzte meg. Most viszont, hogyha bármilyen hasonló probléma lesz, amik egyébként egész gyakoriak így országon belül is, meg természetesen, hogyha követitek a nemzetközi híreket, akkor gyakorlatilag nincs olyan hét, hogy mondjuk egy-egy ilyen illegális szállítmány ne fogjanak meg valahol az Európai Unióban, és nyilván ezeknek a legnagyobb része magyar származású, magyar eredetű kiskutyákat takar. Ez azt jelenti, hogy nyilván ők megpróbálják valamilyen módon és jól legalizálva elindítani ezeket az exportokat. Tehát ez azt jelenti, hogy a szükséges dokumentumokkal elvileg papír alapon rendelkeznek ezek a kiskutyák, de általában nagyon sokszor sokkal fiatalabbak, mint a papírokon szereplő életkor, és nagyon sokszor nem rendelkeznek azokkal az oltásokkal, amik egyébként nekik igazolva vannak ezeken a dokumentumokon. Innentől
keresztbe, viszont nyilván az a probléma, hogy mindig csak a kereskedőt lehet éppen aktuálisan szankcionálni. És nyomon követhetetlen volt a kiskutyáknak az eredete. Így viszont nem lehet most már áprilisektől úgy exportokat elindítani, amihez nyilván hatósági engedély szükséges, hogy egy-egy kiskutya mellett ne legyen ott a felír azonosító, ami jelöli, hogy honnan származik a kiskutya. De ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy akkor ezeknek a kutyáknak meg lesz minden oltása. Úgy mondom, a probléma nagyon-nagyon szerteágazóan nagy ebben a területben is. Nyilván mindenre nem megoldás és nem orvosság ez a rendelet sem, de egy hatalmas előrelépés, mert hogyha innentől kezdve bármelyik ilyen nevezett kereskedelmi céllal úgy továbbadott kiskutyánál bizonyítható akár genetikai betegség, akár bármilyen fertőző betegség, ami ellen elvileg megkaphatta volna a védőoltást is, de mégiscsak van, és nyilván az állat pusztulásával, meg ezáltal mindenféle fajta veszteséggel jár, azért visszakövethető és nyilván számon kérhető az illetékes nevezett szaporító. Itt nem lesznek kiskapuk? Nekem most a csippelés jutott eszembe, ugye azt is bevezették, kötelező volt, és úgy volt, hogy az nagyon hasznos, ugyanakkor mégsem lett annyira, mert nem tették be a kutyába, nem volt benne minden adat, stb. Szóval, hogy itt nem lehetnek majd esetleg ilyen fennakadások? A kérdés egy jó, nyilvánvaló, de persze, tehát az ember, ahol ember jelen van, ott mindig lesznek ilyen problémák. Nyilván igazából ez a rendszer is akkor fog valóságosan jól teljesíteni, hogyha a hatóságok részéről is maximális az ellenőrzés, nyilván a kontroll és nyilván minden egyéb. Persze, hogy lehetségesek kiskapuk, nyilván a következő időszaknak majd az a célja, hogy ezeket a kiskapukat egyrészt felfedezni, másrészt megpróbálni bezárni újabb akár jogszabályokkal, akár rendeletekkel. Nektek állatvédőknek ez mennyire lesz nagy segítség, vagy a következő időszakban, gyakorlatban ez mit fog jelenteni? Alapvetően segítség. Tudni kell egyébként, hogy nagyon sok lakossági megkeresés érkezik általában, akik ugyebár meggondolatlanul, felelőtlenül nem alaposan választották meg mondjuk azt a helyet, ahonnan vásárolták a kiskutyáikat, és aztán nyilván belefutnak abba a szomorú történetbe, hogy valamilyen betegség következtében a kiskutya meghal. És olyankor ugyebár jön valamit tenni szeretnék érzés, és akkor általában megkeresik az állatvédőket nyilván. Nagyon nehéz egyébként egy-egy eset alapján egy ilyen szaporítónak hivatalosan neki menni. Mert lehet, hogy egyedi eset, de az is lehet, hogy folyamatosan fennálló probléma. Hozzáteszem, hogy amit hangsúlyozni kell, meg fontos, hogy április 1-től bárki Magyarországon kereskedőtől, szaporítótól, nevezett tenyésztőtől kiskutyát szeretne vásárolni, vagy kesztelésből tartott állatot, legyen az cica vagy görény is, kérje a felír azonosítót. Amelyik hely, amelyik nevezett tenyésztő vagy szaporító nem rendelkezik ezzel a számmal, nyilván önmagába felmerül a kérdés, hogy akkor mennyire legális csinálja azt, amit csinál. Tehát ez egyfajta nagyon jó szűrési lehetőség már. Azok fognak rendelkezni ezzel az azonosítóval, akik már valamilyen szinten fölvállalják a tevékenységüket, nyilván onnantól kezdve a hatóságok szeme elé kerülnek, és bármilyen probléma esetén sokkal könnyebben felelősségre vonhatók, mint eddig. Hogyha nekem van egy kutyám, és én egyszer meg akarom fialtatni mondjuk, akkor nekem ezt már be kell jelenteni? Hiszen én nem akarok alapvetően ezzel foglalkozni, nem akarok kereskedni ezzel, de szeretném, hogyha a kutyám egyszer lesz fiana, és nem tudok a kiskutyákkal mit kezdeni, hát nyilván el fogom adni. Tehát eladni szeretnéd, vagy nyilván örökbe adni szeretnéd. Alapvetően vannak olyan kérdések, amikre még én sem tudok neked nagyon jól válaszolni. Nyilván, hogyha kereskedelmi célra szeretnéd őket értékesíteni, akkor nyilván igen. Tehát akkor bejelentkezel akár magánszemélyként is ebbe a rendszerbe, és nyilván, hogyha utána úgy döntesz, hogy ezt a tevékenységet nem kívánod tovább űzni, akkor kéred ennek a megszüntetését a hatóságok részéről, tehát ennek az azonosítónak a megszüntetését. És onnantól kezdve ezt a tevékenységet nyilván nem űzöd. De hogyha pénzt szeretnél értük kapni, kereskedelmi célról nyilván akkor igen. Tehát gyakorlatilag, mintha alkalmi egyéni vállalkozó lennék? Tulajdonképpen mondhatjuk ezt így, igen, hogyha ennyire ki szeretnénk sarkítani, vagy ha valamihez nagyon akarjuk hasonlítani. Mi lenne szerinted a következő lépés? Mert ugye azzal kezdtük, hogy ez egy mérföldkő tulajdonképpen itt az állatvédelem területén Magyarországon. Mi lenne a következő lépés, amit mindenképpen záros határidőn belül meg kellene hoznia, akár a kormánynak, akár lakossági szinten bevezetésre kellene, hogy kerüljön? Nem tudok rá igazából valóságosan válaszolni. Hozzáteszem, hogy mondjuk ennek a rendszernek azért még vannak előnyei, bár még gyakorlatban nyilván nem látjuk, mert még nem funkcionál, mert április 1-től fog életbe lépni, de alapvetően láthatjuk azt is, hogy például a gyepmesteri telepeknek is kötelezettsége lesz, ugyebár ebben a rendszerben regisztrálni. Nyilván ez is egy olyan fajta lehetőség, ami még átláthatóbbá teszi a működésüket a gyepmesteri telepeknek is. Vagy éppen
tulajdonképpen, hogyha megnézitek a kormányrendeletet, egészen részletesen felsorolja azokat a tevékenységeket, amik regisztráció kötelezettséggel járnak. Ilyen például a kisállatpiacok, a kisállatbőrzék, ugyebár amik nagyon népszerűek, ahol csomagtartóból árulnak kiskutyákat, és akkor itt csatolok vissza, ugyebár az előző kérdésedről, hogy nagyon sokan ugyebár kimennek ezekre a piacokra, és ott próbálják megértékesíteni a kiskutyákat. És hozzáteszem, hogy mondjuk talán még az lehet ennek az előnye ennek a rendszernek, hogy ugyebár eddig nagyon nehéz volt elérni azt, hogy mondjuk valóban jogszabályok mentén gondolkodva, mondjuk a kisállatok mikrocsippel megjelölve cseréljenek már gazdát. Most viszont, mivel ez az azonosító ugyebár kötelezővé teszi, tulajdonképpen innentől kezdve a kiskutyát egyedileg azonosítani kell, és nyilván ezekre a piacokra is már csak úgy mehetnek be a nevezett eladók, hogy nekik is van egy ilyen felír azonosítójuk, és nyilván a dokumentáció megőrzés ugyebár 3 évig, jelenleg most 3 évre van szabályozva, tehát hogy a dokumentum megőrzés ugyebár 3 évig kötelező. Ez azt jelenti, hogy minden kisállatnak, minden ilyen kereskedelembe vont kisállatnak az összes létező papírja megőrzési kötelezettsége bír 3 éven keresztül. Tehát ez az első, nem tudom én, csípbeültetéstől kezdve az összes védőoltáson keresztül, a hova került továbbadásra, és a többi, és a többi. Tehát minden fontos, nyilván ez a hazai piacon, és nagyon sok olyan illegális, meg olyan nem helyes tevékenységet végző embert lehet egyébként általa kiszűrni, akiket amúgy meg nagyon nehéz. Ugye április 1-től lesz ez kötelező. Szerinted mennyi időbe fog telni, mire átfut a rendszer egy olyan szintre, hogy valóban hatékony legyen? Mi azért abban bízunk, hogy nyilván ez most egész jól kezdték el kommunikálni. Időben is, nyilván van egy felkészítési időszak, és bízunk benne, hogy mondjuk ez a cirka 2 hónap, ez így elegendő lesz arra, hogy ez tényleg átmenjen ezeknek az embereknek a fejébe, ezt megértsék, ezt komolyan vegyék, mert nyilván lássák ennek a következményeit is, hogyha nem teszik meg, akkor az mivel járhat számukra. És bízunk benne egyébként, hogy úgy az első fél év alatt a gyakorlat azért mutatni fog nagyon sok olyan dolgot, amit mondjuk eddig nem láttunk, vagy nem láthattunk. Nyilván azért, mert hogy nem volt mi alapján láthatóvá tenni ezeket a helyeket. A járvány ellenére 5-szörösére emelnék a Tanítsunk Magyarországért programban résztvevők számát, míg a tavaly őszi induláskor 400 mentor segítette az általános iskolák 7-es és 8-os diákjait, addigra idén őszre 2000-re növelnék a pályaorientációs programban dolgozó egyetemisták létszámát. A Nyíregyházi Egyetem az elsők között csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek azóta is aktív résztvevője. A Michelin nyíregyházi gyárát mutatták meg 13 nyírkarászi fiatalnak tavaly októberben a cég vezetői. Az általános iskolásokat Tanítsunk Magyarországért programban vettek részt. A rendszer lényege, hogy egyetemisták és tavaly októbertől cégek segítik a nehéz körülmények között élő tanulókat a tanulásban és a pályaválasztásban. Nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek, 7-es, 8-os általános iskolások, a tehetségüknek megfelelően megismerjék a munka lehetőségeket, vagy legalábbis megismerjék azt, hogy az egyes hivatásoknak vagy szakmáknak mi a csinja, binja, mi a rejtelme, és ez csak gyakorlatban, csak üzemi hőfokon, munka közben lehet megismerni. A Tanítsunk Magyarországért a közösségekben rejlő erőről szól, egyúttal lehetőség is a közösségépítésre. Ennek a programnak nagyon fontos lába az, hogy a gyerekek egymással is töltsenek időt, illetve a mentoraikkal is töltsenek időt ezekkel a több száz egyetemistával, aki önként vállalja ezt a mentorációs feladatot. Éppen egy korábbi állomáson a múlt héten olyan techbolasztalokat adtunk át, ami minden résztvevő közel 60 általános iskolában, illetve a mentoráló egyetemeken is megtalálható, ezzel is segítve azt, hogy akár ilyen játékos módon is tudjanak egymással ismerkedni a srácok. A fiatalok a gumigyár mellett a Kölcsei Televízió stúdiójában is vendégeskedtek ősszel. Itt a műsor készítés rejtelmeit ismerhették meg. Kipróbálhatták, milyen híradós bemondónak lenni, sőt, még az államtitkárral is interjút készíthettek. A program tovább folytatódik, hogy milyenek az eddigi tapasztalatok, és mik az újdonságok, ezt is megtudhatják hamarosan.
Itt a stúdióban pedig már jelesben zajlik a beszélgetés. Vendégük a stúdióban a témával kapcsolatban Baracsi Ágnes, a Nyíregyházi Egyetem Tanítsunk Magyarországért programjának programkoordinátora, illetve Kavasánszky Orsolya mentor. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Első körben akkor Önnek tenném fel a kérdést, hogyha ezek szerint növelni akarják a programban résztvevő mentorok számát, akkor ez azt jelenti, hogy a program eddig sikeres, de még mindig nem eléggé. Így igaz. A program nagyon sikeres, legalábbis mi úgy érezzük, de az országos adatok is ezt igazolják. Jelenleg a Nyíregyházi Egyetemen körülbelül 50 hallgatót tudtunk bevonni a programba, és általában az a tapasztalatunk, hogy a hallgatói létszámunk az évről évre körülbelül ennyi. Viszont örvendetesnek tekinthető, hogy a gyerekeknek a létszámát azt tudtuk már emelni, és a kezdeti 170 gyerekhez képest most már ebben a fél évben 260 gyereket tudunk mentorálni a megye 9 iskolájában. Beszélünk ugye itt sikerességről, de még egyébként mi az igazi sikeresség egy ilyen program esetében? Ennek a programnak szerintem nagyon sok hozadéka van. Én úgy gondolom, hogy mind a hallgatók számára, mind pedig a gyerekek számára nagyon fontos területet sikerült érinteni. A hallgatókat, amikor megkérdezték erről a programra, hogy egyáltalán miért kapcsoltak be a programba, akkor a hallgatóknak a jelentős többsége elsősorban a segítségnyújtást emelte ki. Azért ne felejtkezzünk el, hogy felsőoktatásban lévő hallgatókról van szó. Az élményszerzés, a tapasztalatszerzés egy szintén egy fontos szerep volt, és azért ennek a programnak van egy olyan pillére is, amelyben a hallgatók ösztöndíjba részesülnek, tehát azért az anyagi háttérnek a biztosítása szintén egy jelentős volt. A gyerekek részéről... Tehát itt dupla segítség van, mondhatnánk, ugye? Így igaz. Tehát, hogy egyrészt akkor a hallgatókat segítik, másrészt pedig ugye a gyerekeket, akiket mentorálnak. Így igaz. A gyerekek szempontjából pedig azért jelentős a program, én úgy gondolom, mert végül is ott van mellettük egy kortárs segítő, és olyan fajta helyzetekbe tudják hozni ezeket a gyerekeket, amelyekről talán nem is álmodtak még korábban. Mi alapján választják ki, hogy kinek segítsenek? Mely intézményeknek a megyében, általános iskoláknak? Igen, a megyében 9 főleg hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő intézmény kapott ebben a programban lehetőséget. Jó lenne, ha tudnánk bővíteni az intézményeknek a körét, de mentor létszámunk azért ehhez alacsony. Az iskolákban a fő szempont az az volt, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek az aránya az hogyan alakul. 9 iskola van benne. Soroljam fel őket? Nem, azért. Igen, de itt akkor az iskolák tettek javaslatot, hogy kik azok a nebulók, akik részt vegyenek a programban? Az iskoláknak csak annyiban volt lehetőségük, amennyiben teljes 7.-8. osztályokat vontunk be a programba. Tehát a programnak az a célja, hogy teljes 7.-8. osztály, igyekszünk minden gyereket megnyerni. Egyébként nem szokott belőle probléma lenni, tehát a szülőknek a jelentős többsége. Bár a kezdet-kezdetén nem nagyon tudta, hogy mi ez a program, de amikor látták ennek a jelentőségét, akkor onnastól kezdve szívesen vállalják, hogy a gyerekeik ebbe a programban részt vegyenek. No, és akkor van is, aki aktívan részt vesz ebben a programban, egy mentor. Igen. Miért döntött Ön úgy, hogy részt vegyen? Hát egyébként, ha azt nézzük, a szakma, amit választ, azért az nem áll távol Öntől, így van, ugye? Így van, ehhez volt elsőként közel, hogy én, mint szociálpedagógia szakos hallgatóként fontosnak tartom azt, hogy a nehezebb sorba került gyerekeken valaki segítsen, és esetleg támogatást nyújtson nekik. Ezért is választottam ezt a Tanítsunk Magyarországért programot, és egyáltalán nem bántam meg, ugyanis olyan lehetőségeket kaptam én is, mint mentor, és olyan lehetőségeket tudok biztosítani a kisgyerekeknek, kisdiákoknak, hogy rendkívül hálás feladat. A gyakorlatban ez hogy valósul meg, ez a mentoráltság, hogy kell elképzelni? Hát ez úgy működik, hogy heti 6 órát lehet bontani, amit mentorálással töltünk, mi mentorok. És kijárunk a diákokhoz, és közös kreatív programokat csinálunk, próbáljuk a diákokat fejleszteni, sőt ez a célunk, hogy a kreativitásukat, esetleg a tudásukat bővítsük, és későbbiekben majd a továbbtanulásukhoz hozzásegítsük. És
Ezért fontos ez, és amikor kimegyünk, akkor szoktunk olyanokat is, hogy a játékos programokon kívül meglátogatjuk a közeli múzeumokat, esetleg állatkertbe megyünk, és ezek mind nagyon jó programok a gyerekeknek is, és még nekünk is, mentoroknak. Szóval akkor azért a szórakozással is egybe van kötve természetesen, így van. Hiszen így lehet igazán fejlődni, meg így maradhat meg az embernek, igen, az elméjében. No de egyébként mégis a pályaorientációról van szó, szóval mi alapján orientálják őket egy adott irányba? A pályaorientációnak a segítése az szintén sok oldalú tevékenység. Az egyik nagyon fontos eleme, hogy szerintem a hallgatókat is fölkészítjük arra, hogy a gyerekekkel hogyan tudjanak foglalkozni. Rendszeres kapcsolatunk van a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal, ahol például a COVID helyzet előtt lehetőségünk volt személyesen is meglátogatni az intézményeket, illetve most kaptunk például egy tájékoztató füzetet arról, hogy a megyében milyen lehetőségek vannak a diákok előtt. Egyébként a hallgatóinkat fölkészítjük például arra, hogy a gyerekeknek a megismerését, azt hogyan tudják megoldani, és például itt a érdeklődésüknek a föltárása, a motivációknak a föltárása, az szintén egy fontos része a programnak. Aztán itt a bejátszóban is láthattuk, hogy vannak ilyen vállalati programok, amire a gyerekeket és a hallgatóikat is szívesen elvisszük. Gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy tényleg élményszámba megy a számunkra, és hiszen olyan lehetőségeket látunk, amelyekhez nem biztos, hogy hozzá tudnánk jutni. Tehát iskolalátogatások, üzemlátogatások, a hallgatók nagyon sokszor a helyi lehetőségeket fölkeresik, hogy az adott településén kik és milyen foglalkozást végeznek, esetleg olyan fajta lehetőségeket mutatnak be a gyerekeknek, amelyek az életcéljaikhoz közel állhatnak. Felsőoktatásban való továbbtanulás ösztönzése, vagy szakmaválasztás, melyik az az, ami... A programnak nincsen ilyen kimondott célja, a program úgy fogalmaz, hogy az élet célját találja meg a gyerek. Nyilvánvalóan örülnénk, hogyha minden gyerek tanulna valamilyen szinten, és annak meg aztán kimondottan örülnénk, hogyha a felsőoktatásba is sokójuk eljutna, hiszen azt hiszem nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a hallgatóinknak közül nagyon sokan vannak, akik hasonló körülmények közül érkeztek, és az ő számukra például kimondottan fontos az, hogy meg tudják mutatni, hogy van lehetőség arra, hogy esetleg egy kedvezőtlen családi környezetből is ki tudjanak törni. Ugye itt Orsoly esetében beszéltük, hogy ő szociálpedagógus, tehát tőle nem áll távol, de egyébként más fajta szakokon tanuló hallgatók is be vannak vonva, mint mentorok? Nagyon érdekes, mert a választása ennek a kurzusnak ez gyakorlatilag teljesen szabad. És szinte minden hallgatói réteg képviselteti magát a Nyíregyházi Egyetem részéről, tehát nyugodtan tudom sorolni, hogy pedagógus képzésben lévő hallgatóink ugyanúgy vannak, mint hogy közlekedésmérnökünk, nagyon sok gazdálkodó és képzésben résztvevő hallgatónk van. Tehát összességében mondom, hogy leginkább az, ami választra készíteti a hallgatóinkat, az a segítő szándék. Ráadásul, ha jól tudom, akkor még a mentoroknak is van mentoruk. Igen, fogalmazhatunk így is, igen, a mentor nagykövetség. Ugye ebbe én is beletartozom, és ez is rendkívül hálás dolog, és nagyon szeretem csinálni. Ugye ez abból áll, hogy én képviselem az egyetemen a mentorainkat, a mentortársainkat, és az ilyen eseményeken, mint például, ahogy volt a Techból átadó asztal, Techból asztal átadó, azon is ugye én moderáltam, és például a laptopokat is, amiket kaptak a gyerekek, azt is én vezényeltem le. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk önöknek. Köszönjük szépen a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. 35 perccel legközelebb jövő hét hétfőn találkozhatnak. Viszontlátásra.